Tavaly júliusban 6 év után először lett a női szuperliga bajnoka a Kiskút Tenisz Klub. A csapat a döntőben a sokszoros címvédő MTK-val küzdött meg, akiket 4-1-es arányban múltak felül. A siker egyben azt is jelentette, hogy 2017 után először újra sikerült megverni azt az MTK-t, akik az elmúlt évtizedekben egyeduralkodóvá váltak a szuperligában. Cserpalkovics András elmondta, óriási dolog, hogy sikerült megtörni az MTK által uralt női teniszt, és sikerült elnyerni a csapatbajnoki címet. Az is óriási dolog, hogy egy nagyon-nagyon fiatal csapattal sikerült elérni, akik valójában most kopogtatnak, majd léptek be a felnőtt mezőnybe. Úgyhogy persze nagyon fontos a csapatbajnokság, de legalább annyira fontos, hogy ők ebben az egyéni sportágban megtalálják a jövőjüket, helyüket. És ez egy nagyon nagy motiváció lehet azoknak az utánpótláskorú fiataloknak, akik itt játszanak a Kiskuton, vagy akár annak az iskolatenisz mozgalomnak, amit itt sikerült a Kiskuttal együtt elindítani. Biszló Csaba, a Kiskút Teniszklub tulajdonosa hozzátette, a jelenlegi terveik szerint a csapat nem csak együtt marad, de még erősítés is érkezhet a keretbe. A tenisz az, mint tudjuk, az egy egyéni sportág, ahol egyesével indulnak, és különböző versenyeken, hát mondhatjuk azt, hogy a világ minden részén, mert most éppen az egyik kislány Indiába megy, a másik Törökországba, a harmadik a Szlovákiába megy versenyre, tehát így az egész évet külön-külön másfele utazzák, más önálló saját edzőkkel készülnek ezekre, és akkor a nyáron, amikor van ez a bajnokság, a magyar bajnokság, akkor jönnek össze itt a csapatba. Úgy néz ki, hogy a csapat együtt marad, még egy utánpótláskorú játékos igazol majd hozzánk a nyárra, és próbáljuk megőrizni a bajnoki címet, megismételni ezt a sikert. A Kiskút Teniszklub női csapatának tagjai a világ minden táján pályára lépnek. Stollár Fanni például nem sokára Indiába, Farkaslaki Hincs Flóra pedig Tunéziába utazik egy versenyre.